Köszöntöm a VKC televízió nézőit! Önök a heti krónikát látják Budakalász híreivel és eseményeivel. Jöjjenek elsőként főbb témáink röviden. Közvilágítás épül. A Barátpatak melletti kerékpárút kap speciális lámpákat. Madács 150. A drámaíróra emlékeznek novemberben a Kóskároly Művelődési Házban. Fejlesztések a sportcsarnokban, megújultak a csapatöltözők. Három napi rendet tárgyalt a képviselőtestület első rendkívüli ülésén, 9 képviselő vett részt a tanácskozáson. A napi rendeket ezúttal fordítva tárgyalták a képviselők, előrehozták a zárt pontokat, ugyanis a fogorvosi körzetek kapcsán az érintettek is jelen voltak. Nyílt ülésen tárgyaltak viszont a költségvetés módosításáról. Javaslat 32.014.224 KT határozat, költségvetési kitekintő határozat módosítására napirendi pontot tárgyalta a bizottság, ami megelőzte a képviselőtestület ülését. Ott egy kérdés felmerült, időközben a kollégám megkérdezték a pénzügyi osztálynak a vezetőjét, azért alakulnak így az összegek, mert az jövő esztendőben még elsősorban az 54 millió forint idei esztendő megjön még a számlánkra. Még nincs a számlánkon. A jövő esztendőben csak kamat terheli a fizetést, azért 5 millió forint, fölött vagyunk ugye. Utána viszont már 10 belép a kamattörlesztés első részlete. Ezért alakulnak így ezek az összegek. Kérdezem, hogy hozzászólása valakinek van-e. Amennyiben nincs, akkor a leírtak alapján fogunk szavazni. Kérem, aki el tudja fogadni, az emelje fel a kezét. 8. Igen, tartózkodik. Egy tartózkodás mellett. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Hamarosan rendes testületi ülést is összehív a város polgármestere. Kiemelt projekté nyilvánította az állam a Berdó csatornázás pályázatát a közelmúltban. A lakosság önrészének fedezéséhez ismét lehet előtakarékossági szerződést kötni. Budakalászon lehetővé vált a csatorna közmű beruházás megvalósítása. A beruházás nagy részt támogatásból, kisebb részben lakossági hozzájárulásból valósul meg. A pályázatunkat ugye kiemelten kezelik, erről kormányhatározat van. A kiemeltség annyit jelent, hogy most fog megjelenni a pályázati kiírás novemberben, lehet már pályázni rá, tehát most nagyon résen kell lennünk itt nálunk az önkormányzatnál. Ezt a pályázatot úgy néz ki, hogy ebben a hónapban még akkor mindenképpen beadjuk. Azt kell számolni, hogy hát, hogyha minden összejön, akkor jövő év február-március táján elképzelhető egy szerződéskötés a pályázati összegnek az elnyeréséről. Utána indulhat be a közbeszerzési folyamat, optimális esetben erre valamikor nyár végén is pont kerülhet, tehát aláírás, amikor meg lesz a kivitelező. Ez hangsúlyozom csak is optimális esetben, mert ha csúszások vannak, megtámadják a közbeszerzés hiányportások tömkelege, akkor csúszás lesz. Én optimális esetben azt mondom, hogy mivel minden műszaki előtanulmány terv megvan, ha minden összejön, akkor jövő év szeptember, október tájában indulhat az első munkagép, és hát időjárás függvényében ez úgy számoljuk, hogy egy év, másfél év, és hát a csatorna jövő évben nem is fog már átadásra kerülni ott a térségben, a Berdónak ezen az érintett részén, de a rákövetkező évben igen, tehát innentől számított 2 év múlva én úgy látom, hogy működtet az infrastruktúra fönn a Berdóban, úgyhogy ehhez képest, amik eddig voltak infók, én úgy gondolom, hogy egy kicsit megfoghatóbb, és hát ezért is fontos most az érintetteknek a finanszírozásra is gondolniuk. Ugye a finanszírozásban ez az OTP lakossági előtakarékosság szerződés volt, amit mi itt elindítottunk. Úgy látjuk, hogy az érintetteknek kb. Egyharmada ezt már részlelte, és ebbe a körbe belépett. Az önkormányzat ismét lehetőséget biztosít, hogy lakás célú előtakarékossággal fizessék meg a hozzájárulást részletekben, és 30% államtámogatás igénybevételével azok, akiknek nem áll rendelkezésre a szükséges teljes összeg egy összegben. Hangsúlyozom, a finanszírozásba csak azoknak kellene beszállniuk, akiknek a 300.000 forint előteremtése az hosszú időt vesz igénybe, 3 évet, 4 évet, 5 évet. Ugye az első finanszírozási szerződésünk az úgy szólt, hogy 60 hónapra.
Ezek a szerződések kezdenek most el ugye lejárni, ezeket hosszabbítjuk meg egy évre, hosszabbítatjuk meg az érdekeltekkel egy évre, és akik pedig eddig nem vettek részt ebben az OTP előtakarékossági finanszírozásban, számukra mindenképpen ajánljuk, hogy ezt el kéne kezdeni, akinek nincs meg ez a 300 000 forint, hangsúlyozom. Ezzel kapcsolatban szombaton lesz egy szerződés kötési nap itt nálunk az önkormányzatnál, itt ebben a hátsó épületben, délelőtt ugye 10 órától, hát úgy tervezzük, hogy 5-ig, de mindenkit arra kérünk, hogy azért hamarabb jön ide, mint 5 óra, mert ez érdeklődés függvényében fog tartani 5 óráig, és hát akkor lesznek itt azok a képviselők, akik szerződést is tudnak helybe kötni. Nagyságrendileg olyan 250-300 érintettel számoltunk annak idején 4 éve. Na most azóta lehettek változások a térségbe, ez mondjuk nagyságrendileg nem számottevő, tehát én azt tudom mondani, hogy 300-as nagyságrend itt végül is azok az érintettek, akik a csatornában, tehát mindenképpen rákívánnak csatlakozni. Persze változások lehetnek, tehát ugye azóta lehet, hogy már ott tehát építettek házat, amiben laknak, nem csak ugye üdülőnek használják, stb. És erre mondjuk, hogy még mi arra számítunk, hogy nagyjából egy olyan 80-100 főnek kellene ebbe ugye becsatlakozni, mert úgy kalkuláltunk, hogy egyharmad, tehát végülis egyharmad, aki végül is azonnal jön, egyharmad, aki azt mondja, hogy még gondolkodom, mert nem biztos, nem látom a jövőt rendesen, hogy lesz ebből valami, ő nekik kellene most ugye azt itt nekem ugye megüzenni, hogy hát itt az ideje, mert látjuk a végét, és hát kb. Egy harmad, akinek a 300 000 forint az ugye végül is előteremtető. A bank az önkormányzat részére megelőlegezve rendelkezésre bocsátja az önrész teljes összegét. A bank opcionálisan felkínál egy kedvezményes 290 000 forint összegű hitelt is, amely a kötelező 300 000 forintos önrész mellett az önkormányzattól és a csatorna beruházástól függetlenül felhasználható. Ennek igénybevétele nem kötelező. Megkérdezték tőlem sokan, hogy mi van akkor, hogyha ez a kalkulált önrész, ez ugye végül is nem lesz elég. Erre azt tudom mondani, hogy akkor az önkormányzat mindenképpen saját forrásból fogja ezt kiegészíteni, tehát a lakosságnak ennél többet nem kell fizetnie, illetve azt is kérdezték, hogy akkor mi van, hogyha ez a kalkulált összeg sok lesz. Akkor lényegében az fog történni, hogy amivel ez az eltérés van, azt visszatérítjük, mert hát ugye ebben állapodtunk meg az érintettekkel, hogy ekkora önrészt fogunk beszedni. Még az fontos, hogy azt is lássák az érintettek, hogy itt 30%-os állami támogatásról van szó, tehát itt a futamidő alatt nagyjából befizetnek 220 000 forintot, ezt ugye részletekben, és ebből lesz 300 000 forint, ami az OTP által fizetett nagyon minimális kamat miatt, és az állami 30%-os hozzájárulás miatt fog így előteremtődni. És még azt is elmondanám, hogy aki a 300 000 forint fölött vállal befizetést, ő is felhasználhatja ezzel a 30%-os állami támogatással ezt a megtakarítást, a futamidő végén persze, csak az a feltétele, hogy az adott érintett ingatlannal kapcsolatos felújításra kell felhasználni. Addig lehet ebben beszállni, amíg a beruházás ugye átadásra kerül. Én ezt úgy gondolom most, de az OTP-vel ezt még egyeztetnünk kell, mert ugye ezt is sokan kérdezték, hogy mi történik akkor, ha ők ugye most lépnek be, és most ugye a szerződés, amit megkötnek, az egy 48 hónapos futamidejű szerződés, és hogy lesz ebből pénz, mondjuk, ha nem 48 hónap múlva, reményeink szerint nem 48 hónap múlva, ugye, hanem mondjuk 8 hónap múlva kell ezt a tehát önrészt előteremteni. Ez úgy működik, hogy az OTP az önkormányzat részére fogja ezt ugye megelőlegezni, és az érintettek pedig a futamidőig, a futamidő végéig fogják a havi törlesztőket fizetni, tehát ez őket nem érinti. A szerződéskötés megkötéséhez szükséges a személyigazolvány, lakcímkártya és az átutaláshoz a folyószámlaszám. A hetekben bruttó 3,3 millió forintból valósul meg a Barátpatak melletti töltésen lévő kerékpárút közvilágítása. Az önkormányzat ezzel egy régi adósságát törleszti.
Közvilágítást kapott a Barátpatak melletti kerékpárút. 8 kandelláber kihelyezésére kerül sor a napokban az ott élők legnagyobb örömére. Ez a lámpasor arra hivatott szolgálni, hogy itt a bicikli, a kerékpár és gyalogútnak az éjszakai vagy szürkület utáni világítását ellássa. Ezek LED fényforrásos napelemmel működő lámpák lesznek. A ledek azok 18 wattot fognak fogyasztani, tehát energiatakarékosak mozgásérzékelővel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy csökkentett kapacitással világít, amikor nem közlekedik arra senki, és a mozgásérzékelő, hogyha mozgást érzékel, akkor erősödik föl teljes kapacitásra a világítás. Itt gyakorlatilag ez egy korszerű napelem lesz, ami azt jelenti, hogy ha világos van, tehát még szűrt nap sem kell neki, hogyha világos van, akkor ez töltődik, és lesz benne egy beépített akkumulátor, ami, hogyha több napig sem süt a nap, akkor is biztosítja a fényforrásnak a normális működését. Az önkormányzat ezzel egy régi adósságát törlesztette az ott élők számára. Ezen a szakaszon már nagyon régóta nincsen közvilágítás. Innen a hév megálló felé elég jelentős, különösen az iskolából jönnek át a gyerekek, és több száz métert teljesen sötétbe kell megtenni. És még egy felnőttnek is olyan kellemes, hát még az egy kislányt vagy gyereket így elengedni, és ez egy elég régi igény már a lakosságnak, hogy növeljük már a közvilágítást, de lehet, hogy előttem ezt elmondták, hogy a felépítményben nem lehet építeni, mert ez egy gát tulajdonképpen, villanyoszlopokat. Ezzel a technikával meg lehet oldani, hogy a szabálynak megfelelően közvilágításunk legyen, és ez a legjobb. 3,3 millió forint bruttó értékű ez a munka, ami teljesen a piaci ár szint alatt van szerintem. Nem, valószínűleg nem egy nagy mamut cég van, aki aztán jól megfejeli az árakat, vagy be akar még mutatkozni ezzel a termékével ez a cég, gondolom a piacon szeretne lenni. Ez egy jó referencia nekik is, meg nekünk is egy jó referencia ahhoz, hogy megnézzük, hogy olyan utcákat, ahol nem tudjuk mégsem megközelíteni, de csak az én közvetemben ezen kívül van még 2 utca, teljesen ami közvilágítás nélküli. Tehát lakott utca, nincs közvilágítás. Ez egy nekünk is egy jó példa lesz, hogy megnézzük, hogy ez hogy működik, gondolkozhatunk további utcákba is, energia árakra már azért nem beszélünk, hogy az se rossz, hogyha a városnak kevesebb a költsége a villanyba. Ez nem pályázati pénz saját forrásból. Hát arra nem lehet várni, azért ha pályázati pénzekre várunk, az inkább nagyobb volumenű dolgokra vannak, mint lásd a bölcsőde. Nem kell tűző napsütés az akkumulátorok feltöltéséhez. A borongos időjárásban is működik a napelem. Elkezdődött a Gerinc utca és a Felsővár utca sarkán lévő telek takarítása. Az önkormányzat baleset megelőzés céljából szélesíti ki az utat ezen a szakaszon. Az augusztusi képviselőtestületen született a döntés a Felsővár utca végén lévő ingatlan megvásárlásáról. A cél a közlekedés biztonságosabbá tétele. A lakosok már nagyon régóta szerették volna, hogy történik valami nagyon balesetveszélyes hely. Tehát sokszor az autók mennek le, jönnek föl, keskeny az utca, és nehéz kikerülni egymást. Arról nem beszél, hogy a gyalogosok is azért veszélybe vannak, hogyha itt közlekednek, nem beszél télen, mikor csúszik az út. Tehát mindenféleképpen azt gondoltuk, hogy ezzel kell valamit csinálnunk, és ezért vásároltuk meg itt a hátam mögött ezt a baloldali telket. Kint voltunk most a mérnök úrral, az önkormányzat több tagjával, átbeszéltük a lehetőségeket, és mindenféleképpen szélesedni fog egy 3 métert az út, tehát összességében egy ilyen 5-6 méterre szélesedik ki. Kiépítünk egy járdát, azt a kerítés mellett, tehát a szomszéd kerítés mellett, tehát nem itt lesz kinn az út mellett, hanem kicsit följebb, és az is egy elég ilyen kis elszeparált, biztonságos hely lesz, kis pihenővel. És ahogy itt járkáltunk és nézegettük, ez a felső rész azért elég széles, és itt kitaláltuk, hogy egy kis park is lesz, mert végülis itt a Berdó még nem nagyon van ilyen, de most lesz egy kis kiülős, pados, nagyon szép a környezet, tehát lehet látni Budakalászt, úgyhogy a megvalósítás a nagyba függ attól, hogy tényleg milyen lesz ez a telünk, hogy tudjuk ezt megcsinálni, de folyamatosan halad ez a dolog, tehát úgyhogy lehet látni már tényleg, majd körvonalazódik maga a terület, kiszedtük ebből a nagy dzsumbújból, ebből a nagy bokorból. Ez egy elég komoly probléma itt a mérnök úrral is, ahogy beszéltünk, tehát hogy magas a szintkülönbség, és ugye a járdánál is azért megcsinálni, úgyhogy babakocsival le lehessen menni, hát nem lesz egyszerű.
Épp azért is gondolkoztunk ezen, hogy most télen nekiálljunk, vagy ugye még most olyan szép idő van, de azért jönnek nem sokára ezek a esős, havas idők, megbontani magát ezt a területet. Most még összefogja nagyon ez a benőtt zöld fáknak a gyökerei, de ha azt lebontjuk, akkor félünk attól, hogy esetleg jön az a decemberi havas, és lemossa majd ide nekünk az útra. Úgyhogy, de bízunk benne, hogy nem lesz rossz idő, és el tudjuk kezdeni megcsinálni. A tél beköszönte előtt az önkormányzat gondot fordít a Berdóban lévő utak karbantartására is. Készülünk a télre, ez már ugye nem most, hanem tényleg elkezdtük hónapokkal ezelőtt, ahogy a Keskeny utcában is voltak kisebb aszfaltozások, Galagonya utcát nagyon szépen megcsináltuk, a Sugár utcának az alsó részét, a Kálver utcának a felső részét, tehát ott nagyon sok köszönő levél jött, és nagyon örültek annak, hogy fölkészültünk tényleg a térre. De most ugye a Gerinc utca, a Gyümölcs utca, innen több lakó jelezte meg ugye, hogy járunk rajta, lehet látni, tehát megint elkezdett kikátyúsodni, úgyhogy azt még a hó előtt végigmegyünk, és a közmunkásainkkal kikátyúzzuk. Nem nagy kövekkel, ilyen kis aprókkal, ami még be tud ülni ezekbe a nem túl nagy lyukakba. A város többi része is épül-szépül. A Budai járda építése még jelenleg is zajlik. A Budai úti járda az nyilván, hogy elterveztünk egy ütemet, de aztán rá kellett jönnünk, hogy azért nem megy olyan gyorsan, mint ahogy gondoltuk, rengeteget kell vágni, és ott nagyon speciális az a nyomvonal, ahol a maga a járda halad. Tehát igazából csak nem fér hozzá sok ember, két ember tud igazából ott dolgozni, de az a lényeg, hogy folyamatosan fog épülni, tehát egész addig, amíg mínusz 5 fok nem lesz, addig a munkások nem hagyják abba, és igazából nagy hidegben nem tudnak csak dolgozni, de ha olyan lesz idén is ez a időjárás, mint mondjuk tavaly, akkor szerencsés esetben ez a 780 méter azért ez be fog fejeződni, de nem hagyják abba, ez a lényeg. A másik az még, ami folynak munkák István telepen, Betlen, Martinovics, Szent László utca, ez a U alakba, ez most zajlik ott egy aszfaltozás. Ez mindenféleképpen be fog fejeződni még idén, ez ilyen rendes alapozással, kővel, mindennel, úgyhogy Budakalász minden területe szépül és újul, tehát választások után se áll meg az élet, hanem minden megy tovább, és dolgozunk és szépítjük Budakalászt. A 2015-ös költségvetés készítése hamarosan kezdődik. Ebben további út- és járdaépítésekről is döntenek majd. A Gézengúz Alapítvány jövőre lesz 25 esztendős, azonban erre az évre is kijut a születésnapból. Ezúttal Paja Bea vállalta, segít az alapítványnak. A koncertnek és a kísérő programoknak a Kóskároly Művelődési Ház ad majd otthont november 23-án. A Gézengúz Alapítványnál 24 éve segítik a születéskori időszakban kialakuló, vagy vele születetten sérült csecsemőket, kisgyermekeket és családjukat a rehabilitációs, illetve gyógyítási folyamatban. A társadalmi hasznossága ennek az alapítványnak nagyon magas. 2004. szeptemberében adták át egy rendkívül széles társadalmi összefogás eredménye ez az épület, ez az intézet, három szinten, rengeteg teremmel, rengeteg terápiás területtel. Gyakorlatilag havi szinten több mint 1000 esetszámmal büszkélkedünk. Itt gyakorlatilag talán az országban a magánintézmények között a legszélesebb a portfólió, hiszen az egész csapatot egy orvosi kar felügyeli, tehát egy orvosi szűrőprogramon keresztül jutnak be terápiára a rászoruló kisbabák, és elmondható az, hogy ez a Cseppekháza vált a zászlós hajójává az egész alapítványnak. Ugye a Cseppekházán kívül még van 4 intézet Budapesten és vidéken, ahol éves szinten több mint 2500 gyermeket látunk el, több mint 20-21 ezer esetszámmal foglalkozunk. Tehát ezek nagyon nagy számok, és nagyon fontos az, hogy rendkívül hatékonyan és céltudatosan működjünk, hogy ezt a sok esetszámot megfelelően tudjuk kiszolgálni. Azt gondolom, a Cseppekháza az, hogy van egy saját uszodánk, illetőleg, hogy itt saját orvosi rendelőinken keresztül jutnak be a különböző terápiákra a kisbabák. Azoknál, akiknél egy lehetőség, vagy éppen szükség van a hidroterápiás megoldásokra, nekik nem kell elmenniük máshova, nem kell
olyan uszodákba menni, ahol klóros víz van, hanem itt egy speciális, kifejezetten érzékeny kisbabák számára fenntartott klórt nem tartalmazó vízű uszodában foglalkozhatnak a vizes feladatokkal. Ez egy nagyon komoly lehetőség, azt mondom, a szülőknek. Országszerte összesen 5 központban folyik a gyerekek terápiás kezelése. A központi intézet Budakalászon a Cseppekháza, mely idén 10 éve, hogy megnyitotta kapuit. Paja Bea művésznő az alapítvány régi ismerőse, hosszú távra nyúlik a mi kapcsolatunk, és az ő felajánlása volt, hogy egy jótékonysági koncerten ő szívesen fellépne egy művésztársával. November 23-án 4 órától kezdődik a program. Lesz játszóház, kézműves foglalkozások, huple programok, úgyhogy egész délután el lesznek ott a csemeték és a szüleik is. Természetesen mindenkit várunk. Gyermekeknek a belépés ingyenes, a szülőktől pedig egy minimum 1400-1500 forintos támogatást kérünk. Nyilván mindenkit megkérünk, hogy a lehetőségeihez mérten támogassa az alapítványt, hiszen a teljes bevétel jótékony célra kerül felhasználásra, és a célunk ezzel a programmal az, hogy az ebből származó bevételt olyan rászoruló családokra fordíthassuk, akik nem tehetik meg, hogy támogatás hiányában igénybe vegyék a különböző terápiás szolgáltatásainkat. Paja Bea koncertjén ifjabb Tóth István gitárművésszel működik közre, aki a Zeneakadémia frissen végzett zenésze, a Montrexi gitárverseny külön díjasa. Madách Imre halálának 150. évfordulóját ünnepeljük idén. A Kóskároly Művelődési Házban ennek tiszteletére nyílt kiállítás. Madách Imre főművét, az ember tragédiáját világszerte ismerik. Magyar irodalmunk egyik kiemelkedő drámája, tananyag az iskolásoknak, de számos előadás és film is született már belőle. A Faluház kiállításán fotókon és animációs film képein keresztül kaphatunk képet Madáchról. Mi jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Színház Történeti Intézettel és Múzeummal. Az az ötletünk támad, hogy a legnagyobb művének, az ember tragédiájának a fotóarchívumából szemezgetünk. Ugye voltak olyan információink, jártunk ott, tudtuk, hogy komoly gyűjteménnyel rendelkeznek, és megkerestük őket, hogy tudnak ebben segíteni, ők készségesek voltak, és így egy 50 fotó keretében, egészen az 1800-as évektől a legutolsó 2011-es tragédia előadásig be tudjuk mutatni az adott koroknak a színházi előadásait. Tehát amellett, hogy az ember tragédiájának a különböző színeit megismerhetjük, nagy-nagy színészóriásokkal találkozhatunk, egy színház történeti kordokumentumot is meg lehet tekinteni, tehát tulajdonképpen ez két kiállítás egyben. Ez nem nagyon látható, tehát digitalizált formában ugye megvan az intézetnek, de ilyen jellegű kiállítást itt a környéken még tudtommal nem rendeztek, úgyhogy ez egy érdekes kezdeményezés, és hónap végéig mindenki ingyenesen megtekintheti. Lent pedig Jankovics Marcell munkáiból látható egy kiállítás, ugye ő egy hosszú kitartó munka után készített egy animációs filmet az ember tragédiájából, és ebből egy-egy jelenetet láthatunk, egy-egy fázist a Marcellnak a munkáiból, illetve itt fönn a folyosón van egy tárló, ahol egyébként meg a Jankovics Marcell gyűjteményéből láthatók darabok, különböző díjak, amit ezért az animációs filmért kapott. Látható az ember tragédiája kötet, amiben ő a jegyzeteit készítette. Vannak itt oklevelek, van egy nagyon régi, gyönyörű Madách könyvzicsi könyv, ami az ő tulajdona, tehát ott még vannak azért érdekességek, ami ez a kiállításhoz kapcsolódik. Én dolgoztam 5 évig színházban, tehát hozzám közel áll a színház, és hát egy kellemes meglepetés volt, mert van itt egy előadás, 1999-es előadás, amit Ricard Salvat, spanyol rendező rendezett, én voltam az asszisztense. Tehát az egyik darabban én is tevékenyen közel működtem, úgyhogy érdekes volt itt találkozni 3 fotó erejéig újra evel az előadással.
A tárlatot Szinetár Miklós bocsátotta útjára. A rendező pályafutása során többször is találkozott Madách főművével. Az általa rendezett filmet a Faluházban is vetítették a kiállítás megnyitó után. Nagyon fura módon ez a mai világ emberéhez szól, mert csupa-csupa olyan dolgokról van szó, amiket mi is átélünk. Tehát például Egyiptom. Hát most mi a fontosabb az egyes ember sorsa, vagy az, hogy megépüljenek a piramisok? Akkor az ideológiák, hogy homoúzion vagy homoúzion, mi az igazi? Hogy emberek képesek önre menni és gyilkolni félmondatokért. Hát látjuk, a világ tele van ilyenekkel. Hát akkor a kapitalizmus ezer ellentmondása, és itt van még a közelmúltunkban az úgynevezett szocializmusnak, a fallanszter rendszernek. Tehát minden ismerős, minden a mi hozzánk szól. Egy nagy plusz van benne, hogy mindenben a Lucifer levonja a tanulságokat, és mindenben neki van igaza. Csak egyben nincs, abban nincs igaza, hogy akkor a dolog reménytelen. Igen, ez mind-mind rossz, ez mind-mind nem működik, de a dolog mégsem reménytelen, az életem erről szól. A darabról nem változott a véleményem, hogy hogyan kéne megrendezni, az nagyon megváltozott. Az nagyon megváltozott, mert annak idején, amikor én ezt a tévéfilmet csináltam, akkor hát ugye a Mensáros László volt a Lucifer, és az akkor egy forradalom volt, hogy nem egy gonosz ördökként jött, hanem egy fehér ruhába egy elegáns úrokosakat mondott. Ma már ez nem elég. Ma már talán lehet, hogy egy fiatalabb Lucifer csinálnék, egy fiatalabb Ádámmal. Hát arról a szó, hogy még ezt valaha megrendezem, fene tudja, ha összejön, akkor biztos, hogy másképp csinálnám. Lényegét tekintve nem. A kiállítást a hónap végéig láthatják majd a Faluház emeleti folyósóján és a kávézó falain. Novembertől budakalászi városképeket láthatnak a Kós Károly Művelődési Ház kávézójának vakablakaiban. A festmények a képzőművészkör közösségi festésén készültek. Fiatalok és idősek kisebb vagy nagyobb ecsetvonásokkal vettek részt a budakalászi képzőművészkör programján, aminek eredményei mostantól a művelődési házat díszítik. Az történt, hogy 2 évvel ezelőtt itt a házban, az irodában nagyokat beszélgettünk, és pont akkor volt az első budakalászon tartott képzőművészkörös művésztelepünk, és azt találtuk ki, hogy a következő városnapon kéne csinálni egy közösségi festészetet. Ezt Benko Attila, az intézményvezető vetette föl elsősorban, továbbá a kollégák az irodában. És hát elsőre nem tűnt ez annyira bíztató ötletnek, hogy hogy lehet embereket, akik Budakalászon laknak és szórakozni jönnek ide, rávenni arra, hogy önszántukból csak úgy fessenek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogyha fölépítünk egy koncepciót, és keresünk ennek egy olyan helyet, ahol ezeket a képeket majd ki lehet állítani, és ott maradhatnak még jó sok évig, hogy ezt láthassuk, akkor ezt megéri úgy csinálni, hogy a képzőművészkörnek teszem azt épp aktuálisan az első ilyen festőalkalommal megcsinált képeiből kiválasztunk párat, és akkor azt fölvázoljuk nagyvászonra, amik mérete egyébként pontosan megegyezik a kávéház aulájának, vakablakainak méretével, és arra fölvázoljuk ezeket a képeket, és akkor egy kicsit irányítva az embereket, megpróbáljuk rávezetni őket arra, hogy azt csinálják, amit mi szeretnénk, de mégis úgy, hogy mindenki a saját kis lelkivilágát vagy megfogalmazásmódját be tudja tenni. És akkor valahogy így dolgoztunk, hogy a képzőművészkör koordinálta ezeket az eseményeket, én meg a képzőművészkörösöket koordináltam, meg hát az anyagot ugye szállítottam mindenkinek, és akkor víz, ecset, korrektúra esetleg. Több mint 20-an vállalkoztak a festésre. Volt köztük pár éves kisgyermek és a 80-on felüli nagymama is. Ó, hát nagyon vidám volt a társaság. Én nem is hittem, hogy ennyien össze fognak jönni, de tényleg tolongtunk a képek körül, és nagyon aranyos volt ez a 3 éves kisfiú. Meg is hagytuk egy nagyon nagy részt festett ő, és csodálatosan szép színeket rakott össze. Szóval azt beszéltük, hogy ezt nem tudtuk volna megcsinálni, hogyha ő nincsen. És jött tényleg az idős néni,
aki addig ragaszkodott hozzá, hogy ő is festeni akar, míg lefestette az ablakát. Nagyon-nagyon vidám volt, jó volt, sokan voltunk. Csodálkoztam rajta, nagyon sokan voltunk, és nagyon jól sikerült. Ez közösségi festés volt. Szóval aki kék volt, ő kéket festett, aki zöld, az zöldet. Én nagyon szeretek eget festeni, én az eget festettem többek között. Mindenki, amihez a kedve volt. A festményeket Rogán László polgármester ajánlotta a budakalásziak figyelmébe. Fiatalok, idősek, budakalászra jött emberek, akik lehet, hogy csak 2 éve élnek nálunk, lehet, hogy 1 éve, lehet, hogy 20 éve, de tesznek ezért a városért, és amikor sokan azt mondják, hogy hát gyűjtmentek vagytok, meg ezek, meg azok, akkor azt szoktam mondani, hogy mit annak idején ugye Kennedy is mondott, hogy mit tehetsz Amerikáért, szóval mit tehetünk ezért a városért, azt kell nekünk megnéznünk, és ezek a fiatal emberek, akit talán a Laci is vezet, vagy segíti a kezüket, viszi a kezüket, alkottak nekünk egy olyan maradandó élményt, ami valóban most már a város szerves része, a faluház, régi nevén a faluház szerves része, mindig megtekinthető, és aki talán nem sétál fel a Kálváriára minden nap, vagy éppen nem a hivatal előtt jár, vagy nem megy az Osz Parkba, vagy éppen a Lupaszigetre, azt is láthatja, hogy vagy ha lemennék, mit láthatnék? Talán még ennél is szebbet, mert a természetnél nincsenek szebb alkotások. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy nézzük ezt a képeket sokáig. Remélem, hogy Attila, sokáig tesznek ezek a képek. Ezek a fülkék valahogy ide is születtek annak idején, amikor 1996-ban ez a ház felújításra került. Eddig üresek voltak ezek a fülkék, talán éppen arra vártak, hogy valaki élettel telítse meg ezeket a fülkéket. Ez megtörtént, úgyhogy én megköszönném mindenkinek, Laci általad, aki ebben részt vett, kicsiknek, nagyoknak, aki egy vonást húzott, aki talán azt a kezet fogta, és az instrukciókat adta nekik, úgyhogy én azt kívánom önöknek, hogy nagy örömünk legyen ezekben a képekben, sokáig nézhessük ezeket a képeket, és természetesen várjuk a többi alkotást is, amit akár a Laci, akár pedig a kör, a képzőművész kör majd elénk fog tárni. A faluházban 5 festmény díszíti a jövőben a kávézó helységét. November 15-én nosztalgia zenés táncos parti lesz a Kóskároly Művelődési Házban. A kaput este 9 órakor nyitják. Mindenki, aki szereti a 80-as és 90-es évek magyar és nemzetközi slágereit, és azok is, akik egy vidám, önfeled bulira vágynak, irány a faluház. A szervezők gondoltak egy nagyot, hogy visszahoznak egy korszakot, egy életérzést és meg annyi emléket, amik ezek az előadók szereztek a 80-as, 90-es években. November 15-én lesz, szombaton itt a faluházban, 21 órai kezdettel. A 3. éve rendezzük meg a faluházzal közösen 2011 óta ezt a rendezvénysorozatot. A téli szezonba kerül megrendezés. Igazándiból tematikusan fel van építve az 1960-as, 70-es, 80-as, 90-es évek slágereivel, magyar és nemzetközi slágereit értem itt, rengeteg rockival, rock'n'roll-lar, twisttel, tehát nem titkolt szándékunk az, hogy itt az idősebb, hát a szó jó értelmében lehet idősebb korosztályt bevonzani. Szeretnénk ezzel a rendezvényel, tehát a 25-30 év felettieket várjuk sok szeretettel ezen a rendezvényen. Ennek a rendezvénynek úgy gondoljuk, hogy van létjogosult, mert itt a helyi környékbeli budakalászi korosztály van, ugye Budakalászon élők vannak megcélozva ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy ők itt Budakalászon bármikor, bármilyen utcából át tudnak jönni, le tudnak akár autóval is gurulni, vagy sétálni, és utána a rendezvény után bármikor éjjel haza tudnak nyugodtan sétálni. Nem kell nekik fölülni a hévre, vagy bármely eszközbe bevenni a városba, és ott hajnali bulizni, és valamikor hazaesni. Tehát gyakorlatilag itt ezt helyben megkapják. Tehát gyakorlatilag itt az a helybelieknek van ez a rendezvény, de szívesen látunk bárkit itt a környező falvakból, városokban nagyon szívesen. Gyakorlatilag amit meg tudni lehet, hogy a három éve folyamatosan teltházzal vagy teltház közeli állapottal megyünk, tehát van igény erre a rendezvényre. Nagy hangsúlyt fektetünk a látvány és show elemekre is, ezáltal lesz november 15-én most egy ilyen extra nagy teljesítményű buborékfújógép, lesz egy extrém teljesítményű füstgép, óriási nagy teljesítményű füstgépünk, valamint lesz egy egyedülálló háromdimenziós animációs lézerünk is, ami háromdimenziós formába vetíti ki az elénk a tervezett grafikát, és látványos lesz, gyönyörű lesz, azt tudom mondani. A buli este 9-től hajnali 4-ig tart majd. Befejeződött a budakalászi sportcsarnok öltözőinek felújítása. A tervek szerint még az idén elkezdődhet a sportpadló cseréje is. Az öltözőkben a teljes vizes blokk megújult, burkolatok is megszépültek, új ajtókat szereltek be a szakemberek. Most arra készültek el, az összes öltöző fel lett újítva,
az összes ehhez kapcsolódó vizes blokk, irodák és a folyosó, mert ugye egy nagyon komoly viharkár ért bennünket, és ezek most már olyan, tehát a 100%-os készenléti állapotban vannak, így sokkal kulturáltabb és sokkal normálisabbak a lehetőségek, akár az iskolásoknak, akár a sportolóknak. Az a tervünk, hogy a csarnokra tudunk most már összpontosítani, a csarnokban a talajt kell kijavítani, árnyékolás technikát kell alkalmazni a különböző nap által okozott problémákra, és a világítást szeretnénk korszerűsíteni és erősíteni. Pontosan mikor tudjuk elkezdeni, azt nem tudom megmondani, de úgy gondolom, hogy ahogy tetszett mondani, ez év vége, jövő év eleje, és hát természetesen TAO-s támogatásból tudjuk ezt megoldani. Nagyon komoly kihasználtsággal működünk, folyamatosan vannak most rendezvények, ugye az évvége miatt ilyen-olyan zárások, ünnepségek, karácsony, bál, egyebek, és hát ezeket próbáljuk minél komolyabban megoldani. A következő feladat a sportpadló cseréje lesz, ami a tervek szerint közel 30 millió forintból valósul meg. Kedves nézőink, a folytatásban jön a fogadóra, melynek vendége Ercsényi Tiborné alpolgármester volt, majd a köztérben Rák Béla gitárművésszel beszélgetünk. Adásunk második felében meseelőadással és koncerttel is készülünk. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással november 14-én várjuk majd Önöket. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!